Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Hát szeretném megkérdezni, hogy jelenlegi világ állásával hogy mennyire vagytok elégedettek? Nem? Nem vagytok elégedettek? Mi baj van a világ jelenlegi állásával? Semmi. Semmi? Na mi a gond? Elnyomás van, nem? Nem? Így rendesen. Mi az, hogy elnyomás? Tehát nézzük egy kicsit, foglalkozunk ezzel a gondolattal, ahol az emberek boldogtalanok, ott a környezetükben bőszen tevékenykednek az elnyomók. A bolygó egyötöde az elnyomó. Tehát ami azt jelenti, hogy minden ötödik ember alapvetően antiszociális, tehát alapvetően elnyomó. Ami azt jelenti, hogy jellemzőbb rá az antiszociális viselkedés, mint a szociális viselkedés. Tehát mindenkinek van antiszociális viselkedése és szociális viselkedése, csak nem mindegy milyen arányban. És hogy hogyan ismerjük fel az antiszociális személyeket, mikor mindenkinek vannak antiszociális megnyilvánulásai, több-kevesebb, nem egy könnyű feladat, ezért ugye ezt tanuljuk. De a boldogság függvénye, hogy vajon az ember az elnyomást mennyire tudja kezelni. Hát ha most körülnézel a világban, akkor azt látom, hogy a lakosság az egyáltalán nem tudja kezelni az elnyomást. Tehát egyáltalán nem. Tehát a lakosság nagyon nagy része az, amikor megkapja az elnyomást, akkor sokkal boldogtalanabb. Most viszonylag boldogabbnak érzik magukat, mert most mintha csökkent volna az elnyomás. De kérdés az, hogy vajon meddig? Vajon meddig? Na most nézzük akkor, hogy vajon miért van így a világban, miért alakult így a világ, ahogy jelenleg van. Van egy szabály az emberekkel kapcsolatban, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát az azt jelenti, hogy hogyha jót szeretnének az emberek, akkor azért tenni kellene. És ha az emberek nem tesznek a jó érdekében, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát ez pont olyan, mintha otthon nem takarítasz, akkor nézd meg előbb-utóbb, hogy fog kinézni a házad, vagy lakásod. Ha például nem fürdesz, hogy fogsz kinézni előbb-utóbb? Ha nem mosod ki a ruhád, hogy fog kinézni előbb-utóbb? Bármit, amit nem gondozol, nem ápolsz, nézd meg előbb-utóbb, hogy fog kinézni. Oké? És ugyanígy vonatkozik ránk is, hogyha nem teszünk a jó érdekében, akkor a rossz eluralkodik. Tehát az egy jó például, hogy a lakásodat gondozod, takarítasz, stb. Stb. Ha nem csinálod, akkor az rossz. És akkor a rossz eluralkodik. Mi? Például a kosz, a rendetlenség, stb. Stb. Eluralkodik. Na ugyanígy van a világban. Ha a jóért nem teszünk, akkor a rossz eluralkodik a világban. És most ezt éljük. De minden mögött, minden rossz mögött van valami jó. Vagy minden rosszban van valami jó. Ugye ismered a mondást, hogy minden rosszban van valami jó. De ha az ember nagyon keres, akkor minden jóban is talál rosszat. Sok emberre jellemző, hogy a rosszban, vagy a jóban is rosszat keres. Szóval a lényeg az, hogy mindenben van valami jó. Bármilyen rossz történik veled, vajon egy bármilyen rosszban mi lehet a jó? Hm? Lehet, hogy
Tehát bármilyen rosszban mi lehet a jó? Lehet belőle tanulni. Így van, lehet belőle tanulni. Tehát amikor egy bolygón eluralkodik a rossz, hát most nem úgy néz ki, hogy az emberek tanulnak belőle. Mondok példát, jó? Tavalyi évben 3 hónap volt az árlat. Tavaly novembertől már 6 hónap volt az árlat. Szerintetek mennyi lesz a következő? 9. Mert megnézitek, az emberek nem tanultak az elsőből. Tehát ha megnézed az emberek többségének a működését, akkor azt gondolja, hogy azért élünk, hogy az élvezeteknek adjuk magunkat. Ez régen nem így volt. Gyerekkoromban én nem azt láttam, hogy a felnőttek az élvezeteknek adják magukat. Én azt láttam gyerekkoromban, nem Pesten, pedig Pesten laktam jellemzően, hanem hála Istennek minden nyáron, 7 éves koromtól egészen szinte addig, még nem nősültem meg, minden nyáron egy-két-három hónapot lent töltöttem vidéken, a vidéki rokonoknál, lent Szatmárban, a Tisza partján. És én nem azt láttam, hogy az élvezeteknek adják magukat gyerekkorban, de még Pesten sem azt láttam, hiszen a szüleimmel kétszer voltunk igazából olyan típusú nyaraláson, mint amilyen típusú nyaralásra most szeretnek járni az emberek. Összvisz kétszer voltunk, de akkor még azt sem tudtuk, mi az, hogy wellness. Szóval nem wellness nyaralás volt. Oké? És hát ha jobban megnézzük, itt pestiekként sem arról szólt az élet, hogy az élvezeteknek éljünk. És most arról szól az élet, hogy az emberek az élvezeteknek élnek. Tehát azt gondolják, hogy azért élünk, hogy élvezkedjünk. Nem. Eve egy gond van. Hogy az élvezetek az nem tudatos működés. Az élvezetek az a vágyakra alapul. Na most a vágyak az nem jönnek elő, ha nem hozzák ki az emberből a vágyakat. Tehát régen azért nem voltak élvezetek, tehát azért nem az élvezetekért éltek. Valami némi nemű élvezet volt, de a maihoz képest az nudli volt. Tehát azért nem az élvezetekért éltek, mert nem volt kihozva az emberekből az, hogy vágyakozzanak. Tehát nem voltak eléjük téve olyan dolgok, amire elkezdtek vágyakozni. És ugye a rendszerváltozás környékétől, egy kicsit előttől, a rendszerváltozás előttől elkezdődött például itt Magyarországon, hogy az emberek kezdjenek vágyni erre, arra, amarra. Ez először úgy nyilvánult meg, hogy elkezdtek vágyakozni a műszaki dolgokra, és ha emlékeztek, irány Bécs. Oké? Valakik nem jutottak el Bécsig, akkor Ausztriában már a határ túloldalán lehetett vásárolni, és kielégíthették az ilyen irányú vágyaikat, emlékezz rá. Tehát itt kezdődött, ott kezdődött a vágyakozás, érted? Hogy bemutatták azt, hogy nyugaton milyen dolgokat lehet vásárolni, ott elkezdődött a vágyakozás, majd megnyitották a határt, és akkor lehetett beteljesíteni a vágyakat. És addig, míg nem volt bemutatva azt, hogy hogy élnek a nyugati állampolgárok hozzánk képest, addig a magyar nem akart arra az életmódra, életszínvonalra vágyakozni, ameddig ezt nem látta. Tehát ezért mondom, hogy a vágyakozás mindig abból származik, hogy milyen olyan képeket raknak eléd, érted, amire elkezdesz vágyakozni. Na most a vágy az egy érzelem. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogyha vágyakozol, azt, tehát az érzelmeit a legtöbb ember nem tudja kordába tartani. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát az emberek túlnyomó többsége
az érzelmeit nem tudja kontrollálni, kordában tartani. Tehát szabad teret kap a vágy, az érzelme. És ezáltal, mivel a vágy egy érzelem, a vágyakozása is szabad teret kap. És az annyi, hogy ő lát ezt vagy azt, és akkor arra elkezd vágyni, addig még nem jut hozzá. Na most a vágyakozással egy probléma van. Az a probléma, hogy addig még, tehát az élvezet az csak egy viszonylag rövid idő. Tehát amikor az ember eléri azt, hogy a, amire vágyott dolog azt élvezze, az viszonylag rövid idő. De az onnan, hogy kialakult a vágyakozás az iránt, a dolog iránt, az hosszabb idő jóval. Világos ez? Tehát megnézed, hány olyan ember van, aki évente elmegy 4-szer, 5-szer, 6-szor nyaralni, de az élete nem a nyaralásból szól, és amikor befejezte a nyaralást, már vágyik a következő üdülésre. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy a vágyakozással eltöltött idő a sokkal, de sokkal hosszabb, mint azt, amit élvez. Tehát mondjuk elmegy egy hétre most nyaralni, akkor a nyaralás a legtöbb embernek az egy hét. A vágyakozás, hogy nyaraljon, meg volt lehet 9 hónap. Világos ez? Tehát, és a vágyakozással az a baj, hogy ha nem jutsz hozzá a vágyott dologra, akkor, vagy ameddig nem jutsz hozzá, nem felviszi a hangulatodat, hanem le. Érted? Tehát minél több dologra vágyik valaki, amit nem tud elérni, annál inkább rossz hangulatú lesz. És elérték azt, hogy az emberek minél több dologra vágyakozzanak, és mondom, ha végig visszaemlékszel, hogy mi volt a múltban, fiatalok nem tudnak visszaemlékezni, a fiatalok azt gondolják, hogy ez a természetes, nem ez a természetes. Mi megéltük azt, hogy nem volt vágyakozás. Nem volt mire vágyakozni. Világos ez? Nem volt vágyakozás. Emlékszel olyanra fiatal korodban, hogy valamire vágytál? Nem nagyon. Én nem nagyon. Nem nagyon. Tehát nem nagyon. Na most, tehát eljutottak az emberek a vágyakozás szintjére, és azt gondolják, hogy erről szól az élet. Tehát azok, akik ezt nem élték meg, hogy milyen a vágyakozás nélküli élet, azok azt gondolják, hogy ezért élünk. Sőt, az én korosztályomnál is elérték, hogy azt gondolják, hogy azért élnek, a vágyaik kielégítéséért élnek, mert elfelejtették, hogy vágyakozásmentes életet is tudtunk élni a múltban. Emlékezz vissza. Na most, ha te vágyakoztál fiatal emberként, akkor tuti, hogy valami olyan dolgokat raktak már eléd, képeket. Most a kép az lehet videó, vagy lehet film, vagy bármi más, ami miatt elkezdtél vágyakozni. Ez hold biztos. Tehát ha például mondjuk valaki egy rosszabb életszínvonalú országban élt, mint mondjuk mi éltünk, és elé rakták a jobb életszínvonalat, akkor nyilván elkezdett rá vágyakozni természetesen. De aki nem tudta, hogy van jobb életszínvonal, az nem vágyakozott jobb életszínvonalra. Világos ez? És nem tudta azt, hogy milyen egy jobb életszínvonalú országban élni, akkor az nem vágyakozott rá. Csak azután tudsz vágyakozni, amit tudod, hogy létezik. Azért az ember sosem vágy, arra sosem vágyik, amiről nem tudod, hogy létezik. Világos ez? Ilyen egyszerű. Tehát csak arra tudunk vágyakozni, amiről tudjuk, hogy van. Amiről nem tudjuk, hogy van, arra nem tudunk vágyni. Logikus, nem?
Ez azt jelenti, hogy amikor az emberek nem tudták, hogy mire vágyakozzanak, akkor nem vágyakoztak. Mert hiszen megvolt mindenük, mint a többieknek. Világos ez? Mit tudom, visszaemlékszem gyerekkoromban, én nem láttam nagy életszínvonal különbséget a lakosok között lent Szatmáron, érted? Nem láttam. Én azt láttam, hogy körülbelül egy életszínvonalon élnek a családok. Ugye elég jó belátásom volt az életszínvonalokban, mert nagyon sok rokonom élt ott abban a faluban, és úgy mondhatjuk azt, hogy majdnem a fél falu az a rokonságom volt, és ezáltal ugye ezt láttam. Tehát volt talán 3-4 olyan család, aki jobban élt az átlagnál. Érted? Az azt jelenti, hogy mondjuk a TSZ-elnök, talán az orvos, az iskolaigazgató, az már nem, aztán mintha elvágták volna, talán a boltos, érted? És akkor ennyi. Hát a pártitkár az valószínű valamelyik funkciónak a részese is volt egyben. Tehát lényeg, hogy ennyi volt, nem több. A többi az körülbelül majdnem egy szinten él, tehát nem voltak olyan különbségek, mint manapság. Tehát amikor látod a különbségeket, érted? Az egy kép számodra, amire vágyakozhatsz, mert azt gondolod, hogy ezért élünk. Na most miért gondolja az ember, hogy ezért él? Mert nem tudja, hogy miért él. Tehát az ember addig gondolja azt, hogy a vágyainak él, míg nem tudja, hogy mi az életének az értelme. És akkor kérdezem, hogy vajon mi az életednek az értelme? Szerinted? Gondolkozz-e rajta? Hát azt mondod, hogy a vágyaid kielégítése, akkor az valami nagyon rossz szint. Ja? Tehát mi az életed értelme? Az életed értelme az mindig egy cél, a fejlődés az egy út. Az út az sosem cél. Világos ez? Tehát egy út az sosem cél. A cél, tehát az életünk értelme az egy végcél, amit elérsz. Oké? Tehát ha például mondjuk kitűzött célul, csak most mondtam valamit, kis dologról beszélünk, kitűzött célt, hogy lemész a Balatonra, mit tudom, Siófokra, érted? Akkor nem az a célod, hogy mész az úton, hanem az, hogy odaérj. Világos ez? Ha az a cél, hogy mész az úton, akkor nem fogsz odaérni, mert közben elkeveredsz erre, arra, amarra. Érted? Tehát az út az sosem életcél. Az út az egy eszköz. Érted? Ami által oda jutsz a célodhoz. Csak azért, mert ez így működik. Jó? Tehát az ember amiért született, azt úgy hívják, hogy küldetés. Az ember küldetése. Jó? De ráadásul képzeljétek el, az emberi küldetés olyan, hogyha az ember a küldetését eléri, akkor ez egy kicsit más, mint mikor a célodat eléred. Mert ha egy célt elértél, akkor a következő történik. Az történik, hogy fogod, kielvezed a célnak az elérését, majd ha jól akarod csinálni az életedet, akkor kitűzöl egy másik célt. Világos ez? Na most a küldetés nem ilyen. A küldetés olyan, hogy eléred az élet célodat, és utána azt tovább csinálod. Hoppá! Tehát általában azt szokta meg az ember, hogy elér egy célt, és annak befejezése van, érted? Tehát befejezted, elérted, befejezted, és nincs tovább avval kapcsolatban. Például, mit tudom, az a célod, hogy ha legyen egy autód. Oké, és megvetted az autót, be van fejezve a cél. Már csak az lehet egy következő cél, hogy egy másik autóra lecseréled, érted? Ugyanez a ház. Megvetted a házat, beteljesült a célod. Utána lehet az, hogy egy nagyobb ház, vagy bővíteni a házat, de onnantól azt is elérted, kész, akkor vége, nincs tovább. Na most a küldetésünk az nem ilyen. A küldetésünk olyan, hogy elértük, és csinálni kell tovább. Ott nincs befejezés. Tudod, mi a befejezés? Az a befejezés, félig meddig,
amikor meghalsz. Azért mondom, hogy félig, mert meg két részből állsz. Van egy tested, meg van egy lelked. És a tested fejezi be, a lelked viszont nem. A lelked arra hivatott, hogy ameddig létezik, az a végtelen, tehát a lelked az végtelen ideig képes létezni, elpusztíthatatlan, az fejlődjön. Az fejlődjön. Na most ezáltal a tested az nem így működik, ha megnézed. A tested az befejezi ezt a létét. Teljes egészében, és nem tér vissza. Nincs visszatérése a testednek, elmúlik. Oké? Egy idő után, mikor az ember meghal, akkor ez a test már múlt idő. Világos ez? De a lelkünk, az soha nem lesz múlt idő. Mert halhatatlan. Miért? Tanultuk fizikából, mindenki tanult a fizikából. Hogy az energia az nem vész el, csak átalakul. Oké? Tehát benned van egy értelmes energia. Az energia függetlenül attól, hogy az értelmes, vagy nem értelmes, nem vész el. Nem tud elmúlni, és ha az, az energia az értelmes, ezt kihagyták a fizikai tanításodból, hogyha az értelmes energia, akkor az nem is alakul át. Világos ez? Mert az az energia tud átalakulni, amely nem értelmes. Érthető? De akkor is mivé alakul át? Kicsit más típusú energiává alakul át. Mert minden a világegyetemben energiában, tehát minden anyag energiából áll össze. Minden. A szilárd is, a folyékony is, a légnemű is. Mind energiából áll össze. Tehát minden anyagban energia van. Sőt, az energia az mindent összeköt. Tehát van két tárgy, mit tudom én, egymástól 10 km távolságra, de mégis energetikailag összeköttetésben van, mert az energia összeköti. Mert körülvesz mindent az energia. Világos ez? De az értelmes energia az semmilyen formában nem képes az átalakulásra. És nem is akar átalakulni. Oké? Tehát lehet olyan, hogy mondjuk egy anyagot elégeted, most akkor légnemű energia lesz belőle. Oké? De akkor is energia marad. Világos ez? Most az értelmes energiát, a lelkünket, az mivel? Nem cseppfolyós, nem szilárd, és nem is légnemű, oké? Hanem mint energia úgy működik, ezért nincs olyan, hogy átalakulás. Világos? A lélek az nem tud átalakulni. Oké? Na most, mivel van bennünk egy olyan értelmes energia, amely ugye ezáltal, mivel értelmes, ezáltal lény. Oké? Tehát lény, és lényként ugye beköltözött egy testbe, amely elmúlik a halállal, akkor egy kicsit jó, ha az ember végig gondolja, hogy vajon miért is élünk? Csak a testünk kielégítéséért? Mert a test kívánja az élvezeteket, nem a lélek. A léleknek nincs szüksége élvezetekre. A léleknek tudod, mire van szüksége? Szeretetre. Oké? Szeretetre van szüksége. Na most, ami annyit jelent, hogy a testnek kell az élvezet, tehát aki az élvezeteket, élvezetekért él, az a testéért él. Szó szerint a testéért él.
de a test az mulandó. És ameddig nem tudja az ember azt, visszatérve egy kicsit, hogy hogyan működünk, és mi az életünk értelme, addig a legtöbb ember a testért él. Egy kicsit más volt régebben, mert ha visszaemlékszem ugye gyerekkoromban, akkor azt láttam, hogy miért élnek az emberek. Tudod, miért éltek? Azt szerették, szó szerint, ha teremtenek. Tehát szerették, hogy nő a növény, szerették, hogy mit tudom én, kibújt a kis csirke, érted? Szerették, hogy növekednek az állatok, akik ezért éltek. Érted? Én ezt láttam, hogy ezért élnek régen az emberek. Nem azért éltek, mint ma. Nem azért dolgoztak, hogy a testüket, mit tudom én, élvezetekkel halmozzák el, hanem azért, mert egyszerűen szerették azt, hogy az ő hatásukra megváltozik a környezet. Érted? Méghozzá pozitív irányban. És természetesen, hogyha megtermelték a növényt, akkor természetesen ez táplálta a testüket. Hogyha az állatot felnevelték, akkor ez is táplálta a testüket, természetesen. De nem ezért éltek. Ezért, ha megnézed, nem volt ennyi elhízott ember. Közel se. Oké? Közel se. Miért? Mert nem a testük élvezeteiért éltek. Világos? Tehát nem azért éltek, hogy minél többet egyenek. Például. Van, aki azért él, hogy minél többet kiránduljon. Van, aki azért él, hogy minél többet áztassa magát valami vízszerű folyadékba. Érted? Stb. Stb. Van, aki azért él, hogy minél több alkoholos löttyöt öntsön bele magába. Érted? Stb. Stb. Van, aki azért él, hogy mit tudom én, minél több cigarettát szívjon el. Stb. Érted? Nem ezért éltek. Én nem ezt láttam. Jó, akkor nem ezzel a szemszögből figyeltem a működését az embereknek, de simán visszaemlékszem rá. Tudod, miért emlékszem rá? Mert élveztem. Tehát élveztem az ott létet. Sokkal jobban élveztem, mint a pesti létet. Oké? Nem. Az azt jelenti, hogy ott, ugye nekem nem volt testvérem. Ott pedig az unoka testvéreim voltak a testvéreim. Érted? Tehát ott sokkal jobban éreztem magam, mert sokkal nagyobb szeretetben lehettem és adhattam. Érted? Mint itt. Tehát egész más volt. Tehát én mindig úgy jöttem el gyerekként, hogy sírva. És alig vártam már, hogy lemenjek vidékre. Hát volt ilyen, persze. Akkor volt egy ilyen vágy. De ez nem olyan nagyon, azért nem befolyásolt. Jó, mert nem számtalan vágyam volt, mint a mai embereknek, hanem csak egy. Jó? No, szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy vajon miért élsz? Mert van egy jó hírem ebben kapcsolatban, hogy mindenkinek rá lehet jönni két pillanat alatt arra, mondjuk az a két pillanat, mondjuk két perc, arra, hogy mi a küldetése. Tehát mi a küldetése? Oké? Sőt, arra is, hogy milyen foglalkozással tudná ezt elérni. Na most, ezt tanítjuk, hát várhatóan majd 4 hónapban. Jó? Ezeknek a részleteit. Nem csak ennyit, hanem ha már ugye a maga lelkünk egy értelmes energia, akkor ugye tudjátok azt, vagy nem tudom mennyire tudjátok, remélem tudjátok, hogy az energiák hatnak egymásra. Ezt is tanultuk fizikából. Hatnak egymásra. És egyáltalán nem mindegy, hogy te rád, mint energia lényre, mennyire hat a környezetedben lévő lények energiája. Oké? Vagy akár a tárgyak energiája.
vagy a történések energiája. Érted? Az események energiája. Mert ugye a történéseket, eseményeket általában emberek hozzák létre. Tehát mennyire hat rád. És ha nem ismered az energiákat, akkor csak azt látod, hogy bizonyos hideg van. Jó, akkor azt csináljuk, hogy ezt ideiglenesen lekapcsolom, jó? Tehát, hol tartottam? Szóval igen, az energiák hatnak egymásra. És az ember csak azt látja, hogy történnek vele az életében dolgok, és vannak olyan történések, vagy vannak olyan események, vagy vannak olyan emberek, akiknek pozitív hatása van rád, vagy amiknek pozitív hatása van rád, tehát energianövelő hatása van. Vannak olyan események, történések, embere, amely azt érzed, hogy elszívják az energiádat. Na most, ha az ember nem ismeri az energiák működését, na most, ez ugyanolyan, hogy arra tudsz vágyakozni, amit ismersz. Amit nem ismersz, nem tudsz vágyakozni. Ugyanaz, amit nem tudod, hogy működik, azt nem tudod működtetni. Érted? Az életben csak azt tudsz működtetni, amiről tudod, hogy az hogy működik. Tehát ha van egy tévéd, és a tévé távirányítóját nem tudod kezelni, akkor ez a tévé számodra használhatatlan. Világos ez? Tehát számodra csak, és minden ember számára ez úgy működik, hogy csak azt tudjuk működtetni, aminek ismerjük a működését. Világos ez? Tehát magyarul te nem tudod működtetni akkor az energiákat, ha nem ismered az energiák működését. Világos ez? De ez bármivel kapcsolatban ilyen. Aki rossz példa alapján nőtt fel, és mondjuk olyan párkapcsolatot látott a szüleitől, ami nagyon rossz példa, az ne várja azt, hogy majd jól fogja működtetni a párkapcsolatát. Oké? Azt tudja jól működtetni a párkapcsolatát, aki vagy jó mintát látott a szüleinél, vagy megtanulta, hogy hogy kell ezt csinálni. Világos ez? Na most mai világban a legtöbb ember azt nem jó példát lát a szülei párkapcsolatában, vagy látott a szülei párkapcsolatában. És akkor úgy kérdeznél, hogy vajon akkor miért van az, hogy az idősebb generációt leszámítva a párkapcsolatok 70%-a válással végződik. Hát mert nem volt jó minta, ezáltal mitől tudnák maguktól jól kezelni a párjukat, vagy ugye, hát hol tanulta? Sehol. Oké? Szóval lényeg az, hogy érdekes világban élünk. Olyan világban élünk, ahol nem vetted észre, hogy azt szeretnék, hogy te minél tudatlanabb legyél. Nem vetted észre. Nem vetted észre, hogy az iskolai tanulmánytól indulva igazából az írás, olvasás, számoláson kívül semmi értelme nem volt az iskolának. Nem vetted észre? A legtöbb ember, amikor szakmát tanult, nem helyezkedett el a szakmájába. Nem a kisebbség nem helyezkedett el, a többség nem helyezkedett el. Tehát magyarul a többség számára még a szakmai tanulás is kuka, kidobott idő, energia volt. Tehát még azt sem tudta hasznosítani, még azt sem.
Ha nem hiszed, gondold végig, hogy abban az iskolában, ahol te szakmát tanultál, hány helyezkedett el azonnal a szakmájába. Hogy nem a többség, ez hód biztos. És akkor nézzük tovább. Tehát tanultál, tanultál, és igazából nem vetted észre, hogy olyan dolgokat tanulsz, aminek semmi értelme. Ha nem szerettél iskolába járni, mert tanulni kellett, akkor biztos, hogy olyan dolgokat tanítottak, ami nem érdekelt. Ez 100%. Tehát magyarul olyan dolgokat tanítottak neked, amire nem is volt érdeklődésed. Oké? Gondold végig, hány tantárgyat szerettél? Az összes közül. Mert olyan dolgokat tanítottak, amire semmi érdeklődésed nem volt, érted? Na most, ha valamire az embernek nincs érdeklődése, azt a szakmát akarja majd tovább folytatni? Ki van csukva? Oké? Ki van csukva? Tehát elérték azt, hogy az emberek ne tanuljanak olyan dolgokat, amit hasznosítani tudnak, sőt, elérték azt, hogy megutálják az iskolát, mint nálam is elérték. Én nekem életem egyik legszebb, legboldogabb pillanata volt, amikor leérettségiztem, és akkor azt mondtam, hogy soha többet én iskolába nem fogok menni. Ehhez képest iskolát alapítottam. Képzeljétek el, jó, de nem azonnal, hanem azért el kellett telni, azt mondja, hogy 30 évnek, hogy én iskolát alapítsak. Tehát meg kellett változni a gondolkodásom. Ugye miért utáltam az iskolát? Mert én nekem az börtön volt. Tehát én azt láttam, hogy egy tanuló, magamról van szó, egy tanuló kötöttebb, mint egy dolgozó. Mert fogja, ott hagyja az iskolát, érted? Délután, és akkor utána még otthon tanulhat. A melós az ott hagyta a munkáját, és akkor utána fütyült rá a munkájára, azt csinált, amit akart. De a gyereknek még amellett tanulni kellett otthon. Te szeretted? Hát én azt láttam, hogy a szüleim azt csinálnak, amit akarnak, érted? Én meg ott tanulhatok. Úgy utáltam, mint a... majdnem kimondtam. Érted? Szóval... nem is értettem azokat, akik szerettek még otthon tanulni. Hát én sokkal jobban szerettem játszani, érted? Sokkal. Na most nézzük tovább. Tehát elérték azt, hogy az emberek megutálják az iskolát. Nyilván vannak kivételek, akik úgy megszerették a tanulást, hogy abba se hagyták, és már mit tudom én, hány diplomájuk van, de kitörülhetik velük a hátsójukat. Érted? Mindegy. Nem egy olyan embert ismertem, hogy 30-valahány évesen még mindig iskolába járt, és a szülei tartották el. Érted? Szóval lényeg az, hogy persze vannak ilyen kivételek, de a legtöbb emberre megutáltatták, mint velem is. Én úgy mentem haza az érettségiről, hogy akkor ugye még a csuklós buszon, már többször elmondtam, ültem a csukló előtt, ott szembe a hátsó résszel, két ülésen, így elterpeszkedve, mint aki abszolút boldog, hogy végre túl van az iskolán. Érted? Nem akkor, mikor ballaktam, akkor, mikor megvolt az érettségi. És azt mondtam, hogy én soha többet. És gondold végig, hogy hány olyan lehet, mint én, aki azt mondta, hogy soha többet. Tehát megutáltatták az iskolát, és azt mondják neki, hogy tanulni kell. Akkor dehogy akarok én tanulni. Igen, ám, de miért sikerült megutáltatni az iskolát? Mert olyan dolgokat tanultunk, ami nem érdekelt, nem tudtad használni. Érted? Nem tudtad a mindennapokban egyáltalán használni. Kivétel mondom a írás, olvasás, számolás, de azt meg lehetett tanulni bőven két év alatt. Mert minek számolni olyat, hogy koszinusz, színusz, tangens, kotangens, meg ilyen barom, meg mit tudom, két-három ismeretlen egyenlet, érted? Mi a szarnak?
Szóval a lényeg az, hogy megutáltatták velünk, és akkor azt gondolják az emberek, hogy hát úgyis ilyen dolgokat fognak tanítani. És akkor nézzük gyorsan, nézzünk erre egy pillanatra rá, jó? Hopp, elindul, na menjél, oké, itt van. Ja nem, jó, gombot nyomok, mi nem megy? Itt kell nyomni és akkor megy. Tehát van 10 életterületed, 10. Minden embernek lenne, ha használná a 10 életterületét, akkor lenne 10 életterülete. Oké? Okay? És ez a 10 életterületet valahogy kihagyták az iskolában. Ezt nem tanították. Ez kimaradt. Pedig, hát ez ma mondhatjuk azt, hogy mindennapos használat, például aki gyereket nevel, vagy mit tudom, a gyerekeivel él akkor, és megvannak a szülei, és minden onnantól kezdve akár mind a 10 életterület egyszerre tud működni. De ha nem a 10 életterület, mert valamilyen oknál fogva nincs részedre, nekem még van a 10 életterületem, még mind jelen van. És mit tudom én, van neked 6, 7, 8, 9 valamennyi, amiből jó részét naponta tudod gyakorolni. És ez meghatározza azt, hogy milyen jól gyakorlod, az meghatározza, hogy mennyire érzed jól magad a bőrödben. Ha ezek az életterületek jól működnek, akkor jól érzed magad a bőrödben. Ha nem működnek jól ezek az életterületek, vagy valamelyik nem működik jól, már nem tudod olyan jól érezni magad. Minél több életterületed rosszul működik, annál rosszabbul érzed magad. Mi a képzéseinket erre építettük föl, hogy képes legyél úgy élni, hogy minden élethelyzetedet helyesen kezeld. Világos ez? Az elmúlt 11 évben, mióta a nagy közönség felé kezdtem el tanítani ezekhez kapcsolódó tudást, azóta olyan, az élet és az ember működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire mondjuk 3 percen belül ne tudtam volna válaszolni. Tehát ami annyit jelent, hogy minden, ami az élet és az ember működésére vonatkozó tudás, s ha kell egy embernek rendelkezni, az itt megtalálható. De nyilván nem így. Én azért, hogy ezt elérjem, én azért elkezdtem 87-től tanulni. 87-től még csak saját tapasztalatból, mert onnantól kezdtem el emberekkel foglalkozni, és 91-től kezdtek el engem tanítani. Oké? És 93-tól már én is kezdtem tanítani embereket, és 90, illetve 2000-től pedig már ilyen jellegű témákkal is elkezdtem tanítani az embereket. Ezt most csak azért mondom, mert én nekem az az egyik fő feladatom, hogy amit tudok, adjam át. Oké? És ezért én kicsit olyan vagyok, mint a papagáj. Tehát valamit hallok, akkor továbbadok, vagy valamit innen hallok föntről, érted, azt adom tovább, mert van ilyen képességem is. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol avval kezdtük, hogy elég nagy az elnyomás. Na most vajon miért? Tehát semmi nem véletlen, tehát az életünk történésében nincs olyan, hogy véletlen, jó? Nincs olyan, hogy szerencse, nincs olyan, hogy véletlen, tehát mindennek oka van. Tehát annak is oka van, hogy most a legnagyobb elnyomást élik meg az emberek a második világháború óta. Tehát a második világháború óta a bolygón nem élt meg ilyen elnyomást. Oké? Mint az elmúlt másfél évben. Tehát az azt jelenti, hogy valami oka van.
Tehát mindig én azt tapasztalom, hogyha, tehát mondom tapasztalom, hogyha emberek megélnek bármilyen szintű elnyomást, akár az lehet egy földrengés, mert az is elnyomás, az egy természeti csapás. A csapások is elnyomás, csak az nem emberektől származik. Tehát mikor az emberek megélnek bármilyen elnyomást, akkor annak az az oka, hogy azon a területen az emberek rosszul teszik a dolgukat. Mindig ezt tapasztaltam. Tehát bárhol a bolygón természeti katasztrófa történt, ezt tanulmányozom már 20 éve ezeket a dolgokat. Bárhol természeti katasztrófa volt, mindig meg lehetett állapítani, hogy azért, mert, bocs, hogy ezt kell mondani, megérdemelték. Világos ez? Tehát az ember mindig azt kapja, ha tetszik neked, ha nem, amit érdemel. Világos ez? És ez nem csak az egyes emberekre igaz, hanem a népekre is. Világos ez? Tehát a népek is azt kapják, amit érdemelnek. És azon belül ki fog jönni egy átlag, hogy mit kaptak, de mégis például, ha egy területen történik mondjuk egy természeti katasztrófa, akkor vannak túlélők, meg vannak nem túlélők, meg vannak sérültek, meg nem sérültek, érted? Az sem véletlen, hogy ki sérül, ki nem sérül, ki hal meg, ki nem hal meg. Világos ez? És mindig visszakövethető, hogy az összes ilyen típusú dolog, ami az emberek és az emberiség, tehát nem is úgy mondanám, hogy emberek és az emberek csoportja, és egészen odáig, hogy az emberiség, amit kap, kapott a történelem során, megérdemelte. Világos ez? És ha jobban megnézed, most, amit az emberek kapnak, megérdemeljük. Világos ez? Itt egy kérdés van, hogy azt, ami most történik az elmúlt másfél évben, és ami fog ezután, azt ki hogy éli meg? Ez a kérdés. Világos ez? Ugyanúgy, mintha mondjuk természeti katasztrófa lenne. Ki hogy éli meg? Van, aki túléli, van, aki megsérül, van, aki jobban megsérül, van, akinek meg semmi baj nem lett. Érted? Ugyanez lesz most is. Csak most nem természeti katasztrófa van, hanem katasztrófát idéznek neked elő. Világos ez? És azt te, hogy hogy éled meg katasztrófaként vagy sem, az nem mástól függ, csak tőled. Világos ez? Na most, ezt, ha ránézünk erre a dologra, akkor az ember azt mondaná, hogy egy nagyfokú elnyomás. Aha, de megkérdezném, hogy vajon mit érdemelnek az emberek? Tehát ugyan mondd már meg, hogy a tömegek mit tesznek a bolygó, vagy az emberiség akár közeljövőjéért, mit tesznek? Mit tesznek? Ez a legjobb kifejezés, hogy semmit. Oké? A semmi azt jelenti, hogy akkor ne csodálkozz, hogy a rossz eluralkodik. Világos ez? Mit teszel? Ó, hát szelektíven szemetelsz. Oké? A semmi, érted? A semmi. Nem az egyén szemette a legtöbb szemét, hanem az ipari szemét. Maradjunk ennyibe. Világos ez? Nem az egyének szennyezik leginkább a levegőt, hanem az ipar szennyezi leginkább a levegőt. Most mondok egy jó példát, jó? Azt mondják, hogy azért vegyél elektromos autót, mert környezetbarát. Aha, csak az előállítása kb. 10-szer környezetszennyezőbb, mint a rendes autó előállítása. És azt az áramot is valahogy elő kell állítani, már pedig a bolygó áram fogyasztásának a 90%-át
környezetszennyező dolgokból állítják elő. Ha napelemmel akarsz mondjuk áramot előállítani, a napelemek előállítása sokkal környezetszennyezőbb, mint ha mondjuk kőolajjal vagy gázzal állítják elő az energiát. Világos ez? Tehát óriási tévedésben élsz a környezetszennyezéssel kapcsolatban. Tehát ezeknek a termékeknek az előállítása sokkal, de sokkal környezetszennyezőbb, mint amit spórolnának vele. Érted? Tudod, miért csinálják? Kiszámolom neked két pillanat alatt, jó? Ugye tudod, hogy otthon milyen biztosítékok vannak az áramnál nálad? Általában ez 10-től 35 amperig terjed, ritka az olyan lakás, ahol 35 amperos biztosítékok vannak. Általában ez 10 és 25 amper között a biztosíték. Az a lényeg, hogy mekkora az áramerősség. Minél nagyobb az áramerősség, annál károsabb rád. Világos ez? Tehát, hogyha nincs bekapcsolva egy darab fogyasztót se, akkor nincs áramerősség, és nincs elektroszmog. Világos ez? Az elektroszmog káros a szervezetre. Minél erősebb az elektroszmog, annál károsabb. Nem voltunk Szabolcsba. Nemrég az unoka testvéremnek a férje úgy halt meg Amerikában, agyrákban, hogy mint kiderült, most mondták el, hogy elektromos nagy feszültségű vezeték alatt éltek. Ott laktak. Világos? Na most, nézzük tovább. Tehát minél nagyobb áram, ugye az áram miből lesz? Ugye így I egyenlő P per U, tehát ezt ugye megjegyeztem még az általános iskolában, tehát, de azért, mert ezt már sokszor használtam, különben nem tudnám. Tehát az azt jelenti, hogy a teljesítmény osztva a feszültséggel. Világos ez? Tehát minél nagyobb egy fogyasztó, minél kisebb a feszültség, tehát ugye a feszültség, ugye az lámpáknál 220, tehát minél kisebb, annál nagyobb az áramerősség. Na most akkor mondok nektek. Az autóban átlagosan 48, tehát a legtöbb autónál 48 voltos rendszer van. Milyen autókról? Elektromos autókról beszélek. 48 voltos rendszer. Tehát nem 220, nem 12, mint a többi autónál, 48 volt. Igen ám, de úgy kezdődik, hogy átlag 50 kW. Azt tudod mennyi? Az 50 ezer watt. 50 ezer wattot oszd már el 48-al. Az azt jelenti, hogy 1000 amper folyik az autóba, amikor megy az autó, az elektromos autó. 1000 amper. Nem 25, mint otthon, hanem 1000 amper. Az azt jelenti, hogyha az 1000-et elosztott 25-tel, az mennyi? 400, 400-szor akkora elektroszmog, mint ami otthon van. 400. 40? Akkor 40. 400-szor 25, igen, az az 1000. Akkor 40-szer nagyobb, mindegy. A 40 is bőven sok. Érted? 1000 amper folyik. Tudod, mit akarnak? Hogy dögölj meg az autódban. Érted? Azt akarják elérni. Oké? Ilyen egyszerű. Nem tanultad ezt? Attól még nem tanultad ezt? Van? Én tanultam. Miért tanultam? Nem magamtól, hanem az azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkoztunk, foglalkozunk még mai napig is, ahol tanították ezt nekem, érted? Én azt utoljára az életemben akkor tanultam olyan dolgot, amire nincs szükségem, amikor elmentem német nyelvtanfolyamra felnőttként. Ez még legénykoromban volt.
24 éves koromban házasodtam, tehát az azelőtt volt. Én azóta nem tanultam olyat, amire nincs szükségem. Világos ez? Tehát amikor az elektroszmogról elkezdtem tanulni, azért, mert használunk olyan termékeket, ami véd ezzel szembe. De 1000 amperrel szembe nincs védekezés. Érted? Tehát csak egyetlen egy dolgot mondtam, hogy ha te azt gondolod, hogy az ipar az érted van, akkor te óriási tévedésben élsz. Hogy azt gondolod, hogy a multik azok érted vannak, azok, akkor te óriási tévedésben élsz. Érted? Óriási tévedésben. Na most és ráadásul nem tudom, észlelted-e, hogy a multik azok esetenként gazdagabbak, vagy a multi családok gazdagabbak, mint egy ország. És onnantól kezdve gondold végig, hogy nem lehet az, hogy megvásárolnak országvezetőket. Ja, hát ez nem lehet, hát olyan nem lehet, olyan nincs. Hát ilyen korrupció, ami a világban van, soha nem volt ekkora korrupció. Ilyen pénzbódulat, pénzmánia soha nem volt, mint most van. Tehát például mondjuk akinek van mondjuk 100 háznyi ingatlanja, csak most mondtam valamit, vagy 100 lakásnyi ingatlanja, annak minek 200? Minek? Érted? De minek 101? Minek? Ja, azért, hogy a többieknek kevesebb legyen. Mert csak azért az anyagi javak azok úgy oszlanak el, hogy vagy mindenkinél úgy körülbelül egyenlő arányban, vagy bizonyos embereknél sokkal több, és bizonyos embereknél meg sokkal kevesebb. Nem. Hát ha van 1000 forintot, csak most mondtam valamit, érted? Az az 1000 forint vagy nálad van, vagy ha szét kell osztani, mondjuk 5 embernek, és arányosan szét akarod osztani, akkor 200-200 jut mindenkinek, 200 forint, nem? Ha vagy azt mondod, hogy úgy osztod el, hogy az 5 embernek adsz 1-1 forintot, mondjuk az nincs, akkor 5-5 forintot, akkor 25 forint, neked megmarad 1975 forintod. Így is el lehet osztani, ez is egy elosztás. Oké? Okay? És mit csinál vele? A lélek nem viszi tovább a vagyont. Oké? De a testet se viszi tovább a vagyont. De erre nem is gondolnak, mert azt gondolják, hogy ők, nekik nincs több életük. Nekik egy életük van, egy haláluk, és itt kell mindent kiélvezni, és mindenkit ki kell zsigerelni, aki ezt csak hozzáfér. Vagy nem? Vagy rosszul látom? Tehát egy olyan világban élsz, ahol ilyen fajta különbségek, vagyoni különbségek soha nem voltak a történelemben. Most bizonyos családok, akik nem királyok, gazdagabbak, mint régen a királyok. Bizonyos családok gazdagabbak, mint egy-egy ország. Érted? Egy olyan világban élünk. És ha megnézed, tehát a Magyarországon is vannak olyan emberek, akik az elmúlt mondjuk 10 évben olyan mértékű gazdagodást éltek át, amit csak soha történelemben nem volt itt nálunk egészség Magyarországon, érted? De még a múltban se. Soha. Ja, és akkor nincs elnyomás, nem? Tehát ők minél gazdagabbak, természetes dolog, neked annál kevesebb jut. Világos ez? De logikus, ha nincsből nem lehet többet csinálni, a vanból lehet különböző elosztást csinálni. Világos ez? Egy olyan világban élünk, ahol egyszerűen, mintha bizonyos embereknek semmi nem lenne elég. Tehát lassan már oda jutunk, hogy a lelkedet akarják elrabolni. Nem?
Erre is vannak kísérletek. Melegszünk, nem? Melegszik a levegő. Nem jó? Jó. Szóval gondold végig, hogy olyan világban élsz, ahol óriási egyenlőtlenségek vannak. És emiatt, hogy még nagyobb legyen az egyenlőtlenség, mindent megtesznek, elnyomnak. Érted? Most mondok példát. Most gondold végig, hány vállalkozás ment tönkre az elmúlt másfél évben? Soha ilyen mértékű vállalkozás mondjuk Európában nem ment tönkre, mint az elmúlt másfél évben. Mondom még egyszer, soha. Na most, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a gazdagok simán megvették bagóért ezeket a vállalkozásoknak azon részét, amelyikre érdeklődést mutattak. Például a szállodákat. Csak mondtam egy példát. Bagóért. Na most, ha ő nem nyitja meg a szállodáját, mert nem nyitja meg azért, mert koronavírus helyzetet idéz elő. Érted? Csak most mondtam egy példát. És ezáltal ő nem nyitja meg a szállodáját. Akkor is van egy vagyona, ami mondjuk 5 milliárd, amit megvet mondjuk fél milliárdért. Nem tudom, értitek-e? Neki akkor is ott van a vagyona. És ha az nem hoz egy vasat se, akkor is az 5 milliárdot ér. Érted? Mikor te azt gondolod, hogy hát fölvásárolták mondjuk a szállodákat, hát nyilván akkor az az érdekük, hogy működtessék. De bagóért vásárolták föl. És ha nem hoz nekik egy vasat se, akkor is egy csomó haszon van rajta. Mert tudod, mikor kell valamiből hasznot csinálni? Nem eladáskor. Te nagy tévedésben élsz. Vételkor. Hát ha te azt gondolod, hogy eladáskor kell valamiből nagy hasznot csinálni, akkor bajba kerülsz az eladáskor. Megvenni kell olcsón dolgokat. Világos ez? És ők ezt csinálják. És fölvásárolják potom pénzekért dolgokat. Oké? És ha az nem működik egy jó darabig, az se számít, mert akkor is a pénzüknél vannak. Világos ez? És akkor mit csinálnak? Már nem fér bele, hogy elmondjam, pedig el akartam mondani. Hát úgy látszik, nem kellett elmondanom. Ja, később kezdtük, 8 percet csak. Megnéztem. Szóval a lényeg az, még akkor húzunk bele egy kicsit. Még van 8 percünk. Hát most gondold végig, hogy ugye az a cél, nem a mi célunk, bizonyos emberek célja itt a bolygón. Az a cél, hogy minél gazdagabbak legyenek, a többség az meg minél szegényebb. Nyilvánvaló. Ez az egyik cél. Másik az, hogyha jobban megnézik ott föntről, nem a fent, tehát nem a mennyből, érted, hanem a vagyonosok jobban megnézik, akkor azt mondják, hogy minek ez a sok ember? Minek? Minek? Vannak tanulmányok avval kapcsolatban, hogy na vajon mennyinek kéne lenni az emberiség lélekszámának? Nem átlag emberek tanulmánya, csak úgy mondanám. Például olyan, hogy hát elég lenne az az emberiség, ha 500 milliós lenne. Sőt, ilyen oszlop is van Amerikában, ahol ki van ez írva. És akkor hirtelen csak az az oszlop ott termett egyik reggel. Érted? Egy ilyen bazi nagy beton, vagy miből, kőtömből. Érted? Na most, de ha nem 500 millió, mondjuk 4 milliárd, hát az is fele a mostaninak. Nem? És akkor ugye hogy lehet embereket elpusztítani? Hát például háborúval, nem? Most is van egy háború. Most harcol veled a koronavírus, nem?
küzdünk a koronavírusra. Most már jön az új, már izével fogunk küzdeni, a delta vírussal fogunk küzdeni, nem? Hát most háború, ez új, ez az új típusú háború, ez most a harmadik világháború, ha megnézed. És a harmadik világháborút írjuk, vagy éljük, akarom mondani, csak nem tudjuk, hol az ellenség. Láthatatlan az ellenség. Ez a legrosszabb ellenség, nem, ez láthatatlan. Oké? Okay? Tehát ez láthatatlan. És gondold végig, az emberek ezt úgy gondolják, hogy ténylegesen ez így van, itt van az ellenség, de mivel láthatatlan, védekezni nem tudunk ellene. És akkor azt mondják neki, hogy na most ezzel védekez, akkor azt mondják, hogy jó, tényleg, hát akkor védekezek azzal. Mi az az ez? Na mi? Vakcinálva. Így a védekez ellen, és az emberek elhiszik. Hát nem tudjuk, hogy mivel kell védekezni ellene, mert soha senki nem hallott előtte ilyen vírusról. Igaz, hogy már tanulmányok voltak előtte 20 évvel is, mindegy, de újnak van beállítva, mindegy. Érted? Tehát gondold végig, itt van egy olyan világ, ahol harcolhatunk valamivel szemben, de azt se tudjuk, mi az, nem? És akkor azt mondják neked a szakembere, érted? Hogy hát ebbe kell védekezni, és akkor mit csinálsz? Védekezel. Nem? Hát mert elhiszed a szakembernek, persze az ember az elhisz a szakembernek mindent. Hát persze, hát kinek hinne, hanem a szakembernek, nem? De most gondold végig, miért pont vakcina? Miért nem gyógyszer? Hát egy gyógyszert hamarabb ki lehet kísérletezni, mint egy oltóanyagot, ezt csak úgy mondom. Ha nem hiszed, nézz utána. Egy gyógyszert sokkal hamarabb ki lehet kísérletezni, mint egy oltóanyagot. Oké? Na most miért nem gyógyszert kísérleteztek ki? Miért nem azt mondják, hogy vegyél be ilyen-olyan, amolyan gyógyszert helyette? Érted? Miért? Miért a vakcina helyett? Miért nem? Nem feltűnő, hogy miért nem. Miért nem gyógyszert kísérleteztek ki? Miért nem? Hát mert a gyógyszerszedést nem tudják kontrollálni. Ezt hogy kontrollálnák? Ezt nem tudják kontrollálni. Érted? Az, hogy megkaptad-e az oltást, vagy nem, azt tudják kontrollálni. Érted? És onnantól kezdve, ugye tudjuk, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása, nem? Minden gyógyszernek van mellékhatása. Kisebb, nagyobb. Azt is tudhatjuk, ha utána jártál ennek, hogy a gyógyszer mellékhatásban többen halnak bele, mint magában a betegségben. Oké? Okay? Na most. De azt nem lehet kontrollálni, hogy vajon beszedik, vagy nem szedik be. A vakcinát azt lehet kontrollálni. Hogy beadták, vagy sem. Nem? És minek? Tehát minek egy olyan betegséggel szemben tömegesen védekezni? Én csak úgy kérdezem. Minek? Ami ellen sokan úgy estek át, hogy szinte észre se vették. Mert ha tényleg a többség mondjuk nagyon megsínlette volna, tehát én nem mondom, hogy nem sínlették meg emberek, meg nem mondom, hogy nem haltak bele, de én utána néztem annak is, hogy kik haltak bele, olyanok, akiknek mindenféle egyéb betegségük volt, azt kapta az íre a pontot. És nagyon fura, tudod micsoda? Hogy azok, akik panaszkodnak arra, hogy megkapták ezt a vírust, azok nagyon ilyen tüdőgyulladás tüneteket produkáltak. Mondom, tüdőgyulladás tüneteket produkáltak. Én voltam tüdőgyulladásos egyszer életemben, gyerekkoromban, baromi szar volt. Hú, de rossz volt. Kórházba is kerültem miatta, gyerekkoromban. Érted? Kórházban voltam tüdőgyulladással. Voltam vagy 9 éves, 8, így valahogy. És
gondold végig, hogy vajon miért csinálják ezt az egészet? Tehát miért nem elég a gyógyszer? Miért kell beoltani az embert? Miért? Miért? Érted? Tehát miért? Jó szándékból, tiszta jó szándékból, teljesen jó szándékból csinálják ezt. Hát ha jó szándékból csinálnák, akkor azt mondanák, hogy gyógyszer. Világos ez? Akkor csinálnának olyan gyógyszert, hogy megelőző gyógyszert, nem? Hát hány olyan hallasz reklámban, hogy szedj ilyen gyógyszert, hogy ne legyél, mit tudom én, infarktusos. Hallottam-e ilyen reklámokat? Hogyne? Hát ha vannak megelőző gyógyszerek, legalábbis a reklámban, akkor miért ne lehetne erre is megelőző gyógyszer? Hm? Vagy ugye a másik, ha valaki elkapja, hát hogy kezelték mondjuk az influenzát a legtöbb ember? Fogtam, mit tudom, hogy neocitránt vagy Coldrexet bevet, nem? Nem a kettőt együtt, vagy ezt vagy azt, nem? Kinek melyik használt jobban? Azt akkor kezelték. Nem volt, aki mit tudom én, priznicet használt, vagy ezt, azt, amasztét, vagy gőzölést, kamillás gőzölést, vagy akármit, az volt a megoldás. Tehát volt rá megoldás, nem? Ha más nem, a Coldrex vagy a neocitrán. És erre mi nincs? Vagy ha van, mert van, mert próbálkoztak ilyennel, beadták, érted, és olyan beteg lett tőle a gyógyszertől, hogy, majd belehalt. Sőt, olyan, is tudok, aki belehalt a gyógyszerbe. Érted? Tehát nem kézen közről tudom, hogy belehalt, hanem a, közvetlen ismerősömnek a felesége halt így bele. Hogy beadták neki a gyógyszert, és onnantól kezdve olyan rosszul lett, mehetett kórházba, és meg is halt. Kész. És addig meg simán volt. Na mindegy, ez csak részletkérdés. De miért nincs olyan gyógyszer, ami, mit tudom én, hat? Jó. De nem, ami erre való. Erre való. Nem, ami, nem olyan, hogy megöli az embert, hanem olyan, ami használ. Miért a neocitrán megöl, vagy a Coldrex? Még nem hallottam olyat, hogy valaki belehalt neocitrán szedésbe, vagy Coldrex szedésbe. Még olyan nem volt. Érted? Szóval lényeg az, hogy, nem fura. Hát csak gondolkozz, nem fura. Nem fura. Hogy olyat csinálnak, aminek, amiben semmi logika nincs. Nincs benne logika. Miért kell oltást adni valamire? Amiben gyakorlatilag ahhoz képest, hogy hányan kapták meg, hány százalék halt meg? Minimális, érted? Minimális. Tehát nem olyan volt, mint a mondjuk annak idején a pest is, meg a kolera, hogy elvitte a lakosság felét. Érted? Nem akik megkapták azoknak a felét, hanem a lakosság felét elvitte. Hát vannak olyan betegségek, utána tudsz nézni a Wikipédián, hogy fertőző betegségek című szó alatt végigolvastam, hogy hogy tizedelték meg a, lakosságot a történelemben a fertőző betegségek, hogy volt, hogy Európának a több mint fele a fertőző betegségben meghalt, érted? Meghalt. Európának több mint fele. Érted? Na most ahhoz képest miről beszélünk? Milyen számokról? Minek oltás? Mert ha olyan betegség van, mint ami volt a történelemben, és az ellen adnak oltást, totál, megértem. Érted? Miért nem elég a gyógyszer? Miért nem elég? Sokkal hamarabb ki lehetett volna kísérletezni. Vagy nem? Dehogy nem. Sokkal hamarabb el lehet fogadtatni egy gyógyszert, mint egy oltóanyagot. Satöbbi, satöbbi. Nem fura. Csak ennyi, nem fura. Tehát akkor biztos érted van. Nem? Csak fura az egész, nem? Szóval érdekes világot élünk. És akkor az is érdekes, hogy most kötelező az egészségügyben a beoltás, nem?
De kik oltottak? Nem az egészségügyiek? Nem fura? Kik oltottak? Az egészségügyiek. Kiknek kötelező az oltást beadatni maguknak? Az egészségügyieknek. Nem fura? Na most ezzel kapcsolatban hadd mondjak már el valamit, jó? Elnyomással kezdtem, elnyomással fejezem be. Hogyha te egy olyan szervezetnek a része vagy, tehát magyarul olyan munkahelyen dolgozol, ahol nem te nyomsz el embereket, hanem arra van szervezve az a cég, érted, hogy elnyomjon embereket, akkor az azt jelenti, hogy te támogatod az elnyomást. Az ugyanolyan, mintha te elnyomnál. Világos ez? Tehát ha te támogatod az elnyomást, akkor gyakorlatilag olyan, mintha te lennél az elnyomó. Na most ez viszont azt jelenti, hogy azt épp bőrrel nem úszod meg. Oké? Okay? Mert így működik az ember, hogy az életében, ugye mondtam, semmi nem véletlen. Nincs olyan, hogy véletlen vagy szerencse. Amit az életben teszel, annak lesz következménye. És ha rosszat tettél, akkor tudod, mit tudsz csinálni? Kompenzálni a rosszat jóval. És több jót kell tenned, mint amennyi rosszat tettél. Hoppá! Hoppá! Tehát most kik szívnak a legjobban? Akik eddig nem oltották be magukat az egészségügybe. Miért? Mert olyan üzletet szolgálnak, mert már az egészségügy üzlet, ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor az hazudik, olyan üzletet szolgálnak, ami az elnyomást segíti. Tehát a bumeráng az visszatalált hozzájuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Jó? Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az életében, kezeljétek jól a helyzeteiket, de a mindenre irányuló tudás, nézelődj, hogy hol tudsz, egy hely van, ilyen a bolygón, azok mi vagyunk. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!